100 éve szolgálja Szűz Máriát a Szervitek világi harmadrendjének mezőkövesdi közössége. A jeles évforduló alkalmából hálaadó szentmisét tartottak szeptember 12-én a Rákóczi utcai rendházban. A szombati szentmisét dr. Medvegy János plébános celebrálta, az eseményen a rend történetét pedig Bogisics Ferenc, a Szervita világi rend asszisztense mutatta be. Szervita rend. Az egyetlen rend, amelyik igazából nem a szervet, nem emberek alapítottak, hanem az anya alapította. Firenzében meghívott 7 fiatal embert, családapák, de volt olyan, aki özvegy volt, de, és volt olyan, aki pedig legény ember volt. 1233. augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén. Egy furcsa időszak volt, teli háborúval. A pápa pártiak, és a állampártiak tulajdonképpen, és ezek állandó harcban voltak. Na mostan voltak azonban akkor is, akik imádkoztak a békéért. És ennek ebben különösen kérték a Szűzanyának a segítségét. Hogy több olyan közösség is volt, akik a Szűzanya segítségét kérték, és ez, amelyben ez a 7 fiatal ember tartozott, akik aztán Szervita rend alapítói lettek, akkor úgy nevezték, hogy a legnagyobb Mária közösség abban a városban, Szent Firenzében, és mondom, elmélkedtek, nagy boldogasszony ünnepén ünnepeltek, és aztán együtt maradtak imádkozni, és az imádság végig közben látomásuk volt. Mikor be akarták már zárni a templomot, akkor jött a sekres is, hogy hát kérem, menjetek most már, és akkor látták, hogy ők heten vannak ott, és meglátták egymást, hogy valami mindegyikkel történt, és amikor megbeszélték, hogy miről volt szó, Szűzanya azt mondta nekik, hogy legyetek szolgáim, szolgálatomra jöjjetek, hagyjatok el a világot. Elmentek a püspökhöz, Firenze püspökéhez, hogy ez volt, mit tegyünk. Kövessétek. Na és akkor ezek nagyon gyorsan, nem kellett egy év hozzá tulajdonképpen, hogy az maguk részéről felszámolták a kereskedéseket, gazdagságokat tulajdonképpen, jó, családjukkal törődtek, és annak is hagytak, de ezek a kereskedőházak bizonyos értelemben ma is megvannak a Firenzében. Visszavonultak először a városon kívül egy kis házba, azért emlegettem itt ezt a kis házat tulajdonképpen, az is egy kis ház volt, biztos, hogy kisebb, mint ez, a Cafaggio, amelyiknek a helyére aztán későn épült a Santissima Annunciata templom, angyali üdvözlet temploma. De oda visszavonultak, és hát ott imádkozva voltak együtt, és hát aztán elmentek koldulni. Ebben az időben, ugye fél éve volt már ennek a műsora tulajdonképpen, hogy így jártak, és egyszer csak az egyik kisgyerek megszólalt az édesanyja karján, újszülött volt ebben az időben, hogy anyám, adjál Mária szolgáinak alamizsnát. És ez, aki megszólalt, ez Benizi Szent Fülöp lett későbben. De az emberek sokan keresték őket. Először tanácsot kérni, hogy hát meg tudnék, hogy feltűnő volt, hogy valaki nem úgy viselkedik, mint ahogyan. Az ugye nem megy, nem stimmel a dolog. Talán korunkban mondjuk ilyen a Roger Schütz-t hagy említsem, ugye, aki visszavonul és egészen másképpen viselkedik, mint általában az emberek, és mennyien keresik föl most őt is, ugye ottan az ifjúság köréből. Na, itt is keresték őket, tanácsot is adtak, aztán, de mert annyira zaklatták nem zaklatás volt ez, jó szándékú keresés, csak egyszerűen az imádságtól elvették az idejüket. És akkor Firenzéhez közel, a Monte Senarión, ezen a hegyen kaptak egy területet, hogy oda menjenek vissza, ott építsenek maguknak egy kis házat, vannak ott barlangok, húzódjanak vissza, és akkor ott nem fogja kutya se zavarni őket, tehát ugye 8 mérföldre Firenzétől fönn a hegyen. De azért ott is megkeresték őket alkalmasint, és aztán hát így kérték, hogy hadd legyenek ott velük. Hát megengedték ezt, hogy imádkozzanak, aztán későbben megengedték azt is, hogy a püspök is mondta, hogy fogadjátok be őket. Hát befogadták. Így alakult aztán a Szervita rendnek a közössége. A rendet 11. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá. Magyarországon 1697-től vannak jelen, tagjaik feladata a lelki pásztorkodás, a kegyhelyek gondozása, az ifjúság nevelése és lelki gyakorlatok vezetése volt. A Szervita világi rendet Falconieri Szent Julianna alapította,
jelszavuk Mária által Jézushoz. A szertartás keretében a mezőkövesdi közösségről a vezető Szokoli Istvánné beszélt. 1915-ben egri szervita atyák alapították meg a mezőkövesdi szerviták Mária szolgái világír harmadrendet. Ekkor vásárolták meg a jelenlegi rendházat, ahol egy kápolnát is kialakítottak. A 100 éves múltra visszatekintő közösség az első világháború idején kezdte el a működését, és a második világháború utáni kommunista hatalom átvételig zavartalanul tevékenykedett. Ekkor a rendet feloszlatták, de 1989-ben újra szervezték, 1992-ben a mezőkövesdi szervita harmadrend visszakapta a rendházát is. Azóta minden hónap második vasárnapján összegyűlnek és szentmisén vesznek részt. A tagság létszáma fénykorában elérte a 200 főt is, jelenleg körülbelül 30 tagja van a mezőkövesdi közösségnek. A jubileumi szentmise tiszteletére megtelt a Rákóczi utcai épület. Az eseményre Egerből, Budapestről is érkeztek hívők, rendtagok, és részt vettek a szertartáson a Szent László Egyházközség vezetői, valamint dr. Fekete Zoltán mezőkövesd polgármestere is.